Értékes idegenbeli győzelemmel gyarapította pontjai számát az Aluinven DVTK. A női kosárlabda élvonal 11. fordulójában a PEAC Pécs otthonában elért 95-63-as miskolci siker tulajdonképpen nem forgott veszélyben. Ahogyan azt Cicás László vezetőedző megfogalmazta értékelésében, nagyon komolyan készült csapata a baranyai bajnokira. Ahogyan azt elvárta magától a csapat és elvárták kedvenceiktől a szurkolók is, magabiztosan kezdte a PEAC Pécs otthonában esedékes bajnokját a DVTK kosárlabda együttese, már az első negyed végére 10 pontos előnyt kiépítve. A PEAC igyekezett útját állni a piros-fehérek terveinek, de ez azt jelenthette csak, hogy a nagyszünethez is 10 pontos miskolci előnnyel érkeztek a csapatok a 11. forduló mérkőzésén. A nagyszünetet követően állt be aztán igazán jelentős fordulat a találkozó menetébe, hiszen a harmadik negyedet 34-15-re nyerve a DVTK tulajdonképpen el is döntötte a találkozót. Ezúttal is remek statisztikákkal segítette csapatát Szájsa Góri, aki 19 dobott pontja mellé hozzátett még 13 lepattanót is. Főként a második félidőben mutatott produkciójával adott hozzá jelentős erősítést a DVTK játékához Satori Walker, aki 26 pontig meg sem állt. Csapatkapitányhoz méltóan kosárlabdázott a vasárnapi bajnokin Maja Skoric, 15 pont, 11 lepattanó és 7 assziszt jelezte a játékos mérlegét. A jó egyéni teljesítményekhez remek csapatprodukció is társult, így pedig megérdemelt magabiztos győzelmet könyvelhetett el idegenben is. A Cicás László vezetőedző irányításával szereplő Aluinven DVTK 95-63-ra legyőzve a PEAC Pécset. A kedden jelentkező sportpercekben Maja Skoric csapatkapitány segítségével idézzük vissza a bajnoki sikert, és tekintünk előre a szintén nagyon fontos csütörtöki Európa-kupa mérkőzésre.